Nemrégiben megjelentek az interneten főleg szabadrugásos bombája, az úgynevezett parasztlengők videói. Ezekről a lövésekről is lett ismert annak idején a hétszeres válogatott labdarúgó Plókai Attila, aki a Honvéddal bajnok volt, családilag focibolond, nemrég még fiával játszott egy klubban, és szerepelt egyébként a finn élvonalban is, úgyhogy fő apropó most ez lesz vele, az északiak elleni elbéselejtezőt latolgatva. Jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt kívánok! Attila, hogyha követjük a pályafutását, akkor te most már abba az aktív focit, kápolnás volt az utolsó, ahol a gyermekkel együtt játszottál? Igen, tavaly nyáron hagytam abba, hát most már csak a öreg fiúk és a oldboy szinten játszom. Ha a kápolásnyik nem esik, akkor ki jön gyakertőbb, akkor még csináltad volna? Nem tudom. Szóval már azért 44 évesen lejárni, azért jártam edzése is hetente egyszer, kétszer, nem biztos, hogy csinálta volna tovább. De az, hogy eddig csináltad, a biztos volt része ennek a teljes családi futballőrületnek, igaz? Mert hogy Persze, minden plókai foci Hát igen, a utolsó két-három év az már arról szólt inkább, hogy a gyerekkel tudjak menni esetleg, aztán még egy kicsit én is játszom. De, de különösebben nem. Mondhatni kísérő voltál, csak beszálltál focizni. Hát igen, igen. Ha azt mondom neked, hogy finfoci, akkor neked mi ugrik belsőként. Be hát talán a, a Horváth Feri gólja, ami kint a, a polsselejtetőt jelentette. Igen. Én a hazai mérkőzésen játszottam itt a finnek ellen. Hát a Finn van én nem játszottam, egy meccset játszottam, csak egy ilyen próba játékszerű volt, a kimentünk, az ott lehetett akkor azt csinálni, hogy egy-egy meccsre megkérték a játékengedét. Én Tamperébe voltam kint, játszottam egy meccset, de utána nem sikerült. Igen, kerül. az egy ilyen gyászos emlékű klub volt utána. Igen, utána hallottam, belekeveredtek ebbe a bundabotányba, kizárták őket, azóta nem is tudom, mi van velük. Na most azokban az időkben tíz év alatt közel 50 játékos fordult meg a finn élvonalban, meg azóta is látunk olyan eseteket, akár a Ferőer szigetegen, hogy, hogy meg is telepedik magyar futbalista, akár más szakmát is űzve a futball mellett éjszakon. Neked ilyen nem fordult meg soha a fejedben, nem vonzott az éjszak? Hát, ha ott tamperébe tudok maradni, akkor lehet, hogy, hogy megfordult volna, de hát olyan szándékkal mentem, hogy esetleg tudunk szerződést kötni, de nem sikerült, nem jött össze. Akkor milyen volt a finn labdarúgás a magyarhoz képest, hogyha megpróbáljuk összehasonlítani a mai erőviszonyokkal? Ha belegondolunk Horváth felébe, meg belegondolunk a Bapócs lejtezőbe hát például. igen, azért a finneknél volt egy Jari Litmán, volt egy... voltak volt a hát, Liverpoolos a hűpie. A hűpie, úgyhogy nem voltak rossz játékosok, voltak ott is. Hát az északi stílus, ez a kemény, rakkolós, ívelgetős, angol stílus is átvették, de szerintem a magyarok jobbak voltunk. Na és most ma mi lehet a helyzet, mert ugye azt látjuk, hogy ha ránézünk a, a papíron a keretekre, vagy hogy milyen klubokba játszanak, akkor nem állnak olyan rosszul a finnek, legutóbb volt ez a barátságos mérkőzés Győrbe, ott kikaptunk tőlük, közben a Dárdai Pál most azt nyilatkozta, hogy csak a, a bíró vagy a jó isten győzhet le minket. Mondjuk ez egy jó hozzáállás. Azt bízom benne, hogy így lesz, hogy azt sem fog minket legyőzni. Hát a finneknél azért el tehát két-három év ezzel a kapitánnyal, úgyhogy ők elkezdtek építkezni. Összeszokottabbak. Igen, hát ők ott vannak az angol, olasz, német bajnokságban, norvég, svéd, úgyhogy ott a környező országokban kimondott profiként játszanak. De hát itt hol nekünk szinte kötelező behúzni ezt a győzelmet. Egyébként mi lehet a finn válogatott erőssége? Arra utaltál, hogy, hogy akkoriban is szerették azt az északi, illetve angol stílust, hogy ívelgetni, aztán jó fejelni. Igen, hát most ahogy olvastam, most behívtak egy, nem tudom, 195 centis csatárgyereket a, a spanyol csapatból. Az egyik legjobb játékosuk ilyen. az megsérült, nem igen jön. Na de hát most nekünk fel kell készülni, ott a Juhász hátul szerintem állni fogják a sarat. Igen, erre vagyok kíváncsi, hogy a magyar válogatónak mi lehet az erőssége, mennyire tetszik neked a védelem játéka. Gondolok arra, hogy például a románok ellen is azt láttuk, hogy földön talán zavarba lehet hozni, de pontosan a beivelésekkel szemben elég magabiztos voltak a, magabiztosak voltak a belső védőink. Hát igen, a belső védőink megvoltak, ott a szélén volt egy kis zavar, ott az első gól előtt is, meg előtte is három-négy olyan szituációt, bejátszottak ott a jobb oldalon mögénk. Befutottak a románok, ott, ott abból tudtak gólt is szerezni, de hát gyorsasággal, jó helyezkedéssel azért meg lehet oldani. Az, hogy abba te a magyar NB egyet, ha figyeled, látsz-e olyan utánpótlást a, a olyan játékosok, akik meg tudják oldani a, a szélső hátvédek krónikus problémáját, hogy ez egy poszthiány, most beszélgetünk itt pénteken Patrikkal, ő is abban reménykedik, hogy azért bekerülhet majd a válogatottba. Hát nehéz, mert kimondottan szélső hátvideket nem nagyon nevelünk, vagy nem uh -huh. tudom. Szóval ez, úgy, ez ugye mindenki El megvan. Sikat. Igen, uh -huh. játszunk jó futót, bal futót, majd esetleg, hogyha nem vagy, hogy akkor hátrább kerülsz, mert gyors vagy, de kimondottan nem biztos, hogy szélső hátvideket nevelünk. De hát ez hiba? Hát hiba, igen, igen. Uh -huh. De még minden esetre te azt mondod, hogy hogy egyszerűen nincs mese ezt a meset az ülői után nyerni fogjuk, és nyerni kell. Nyernünk kell, igen. Ennyivel jobbak kell, hogy a finnek. Itthon mindenféleképpen, itthon mindenféleképpen. Hát a észak híre mérkőzést valahol be kell húzni, szóval de a hazai győzelem az, az, az nagyon fontos. Na most azt mondnak, hogy ennél a biztosabb, -e ezek szerint a magyar válogatott EB mondjuk a e -szer, egykori szeretett csapatot a Honvéd jó NB 1 es szereplésénél. Hát a honvéd a kapcsolatban. A, a honvéd azért... a kapcsolatban, igen, az arcon <laughs> átmutatott Hát igen, vannak vegyes érzéseim azért. Itt most évek óta van ez az olasz vonal tele külföldiekkel. Most talán, hogy a Józsi odakérőd, a Csábi Józsi több akadémista lesz, egy-két edzőnél, a olasznál is azért több akadémista volt, de utána egy-két meccset játszottak, aztán ugye elsiklott az egész, mégis maradtak a külföldiek. Ö, hogy nem tudom, láttad-e a, a, Fradi elleni mérkőzést? Nem láttam sajnos. Na minden esetre, viszont, hogyha a Honvéd meccseit látod, akkor azért azt lehet mondani, hogy egy-két blokkeszbomba bomba el, el kellene, nem? hát jó lenne. Uh -huh. De azt mondd meg, hogy ö, akkor te abszolút nem vagy híve a sok légiósnak? Saját nevelés is kellene, ha ott van az a jó akadémia? Hát ha akadémi, mindenki az akadémiáról beszél, meg a, a, magyar utánpótlásról, hát magyar válogatott csak magyar játékos lehet, úgy aki. De hát így, így, hogyha külföldre hozogatunk olyan játékos, aki, aki, nem tudja kiszorítani, nem jobb a magyarnál, akkor, akkor fölösleges. Uh -huh. Azt mondják, hogy egyébként, ugye te voltál már minden, játékos edző, edző, foglalkoztál gyerekekkel, pályamunkás, munkás. Mo most is maradsz majd a focinál, a fociból élsz? Nem a fociból élek egyáltalán, nem, úgyhogy én teljesen más. Most a focitól kicsit elszakadtam. Igen? Igen, nem mondom, csak az öreg fiúk és az old boys van ilyen hobbi szinten. De ez, de ez így jó? Tehát, hogy ez neked így megfelel, vagy pedig vissza fogsz térni a focihoz? Nem tudom, hát egy, egyenlőre nem szándékozom, bár egy-két helyre hívtak, de, de, történtek olyan dolgok, amik, amik, amik nem biztos, hogy most nekem nagyon hiányzik ott a foci környékén. De mi az, ami neked egyébként így nem hiány, vagy nem, nem tetszik a, a, a foci légkörében ma? Hát nem nagyon szeretnék erről Hát nem, nem, nem konkrétan hát igen, kérdezem, igen, de már... fel, mint jelenség az, ami neked így annyira nem túl sok a harc itt a veszekednek állandóan, szóval nem, nem biztos. Tehát fúrás, konfliktusok van. Igen, a, igen, a... igen, igen, ez nem... Tehát ez az, ami neked nem... És igazából ez nekem nem, mindenkit irányítani akarnak, szóval van egy elképzelés az embernek, utána, utána föntről be akarnak szólni, hogy nem az, hanem ez, nem biztos, hogy... a ja, Világos, nem. tehát így nem hagyják, nincs meg nem, a, az Nem, nem hagyják az igen automóbia. dolgozni, mm -hmm, igen, mm -hmm. igen. Mm -hmm. Az ember azt gondolná egyébként, hogy közben Mégiscsak azért hívnak téged, mert azért van ezer barátod a futballban, nem? Igen. Kik a legjobbak egyébként, akikkel úgy legszorosabban tartod a kapcsolatot? Hát Isten igazából inkább olyan öreg fiúk meccseken, hogyha játszunk, Újpesradi, ezzel az, ahol találkozunk volt uh -huh. régi játszótársakkal vagy ellenfelekkel, mert azért keverednek a, a játékosok, úgyhogy úgy meg vagyok mindenkivel, de Isten igazából szorosan a kapcsolatot nem nagyon tartjuk. Hm. És egyébként a nb es meccsekre ki szokta járni? Nem. 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 Tévén nézed? Nem. Igen. Ha oda kerülök, akkor megnézem, hogy nem töröm magam, hogyha vagyon, ahogy, hogy oda kerüljek, de, de hogyha időm engedi, akkor, akkor megnézem őket. Én, és egyébként, amit látsz a a véleményed? Már hogy általában az ember bekapcsolódik és elkezd nézni magyar NB1-es mérkőzéseket. Hát van, amiket végig szenvedem, uh -huh. van a mérkőzés, de van egy-kettő, ami igen nézhető és élvezhető. Ilyen értelemben te most mernél valami ítéletet hozni, hogy mely klubok vagy csapatok játéka nívósabb, vagy tetszik neked, vagy ahol látsz valami fajta szisztematikus építkezés? Hát most a videóton az, az kiemelkedik, az mindenféleképpen. A Debrecennek volt egy nagy megtorpanása itt a ősz közepén most talán kiegyenesedik, azért ők ott lesznek a dobogó közelbe. A Fradi egy kicsikét nekem talány, mert egyik héten így, a másik héten úgy. Szóval hát ott ő... is csak külföldiek lényegében, igen. Igen, hát a, a sajnálom, hogy ilyen rosszul szerepel hetek óta a Kispest. Diós Györbe nekem nagyon tetszik a, a Szívicsnek a munkája. A Bekő Balázs Kecskeméten összekapta a, a brigádot nagyon jól. Te a külföldi vagy a magyar edzőkben hiszel inkább? Na, jó edzőkbe. A jó edzőkbe. Nekem mindegy, mert én, én dolgoztam külföldi alkuszelával, úgyhogy én nekem nagyon jó véleményem van róla. Hoppá, egy finn név újra. Igen, igen, a, igen, a voltunk, bajnokságot nyertünk, úgyhogy nekem azóta is, mikor egyszer találkoztunk, én nagyon jó véleménye vagyok róla. Tehát akkor mondunk egy külföldi edzőt, ráadásul egy fint, aki, aki az egyik kedvenc edződ volt. Igen, igen, igen. A magyar utánpótlás képzés, amennyit látsz belőle, vagy látod ezeket a fiatal játékosokat, és mindig szokott lenni a dilemma azon, hogy túl sokat pátyolgatjuk őket, vagy pedig sokszor arra jótolnak, hogy azért nem játszanak ezek a focisták, mert még nem érettek az ember ebben a vitában, neked mi az álláspontod? Játszani kéne már 16-17 évesen, bedobni őket a mély vízbe, vagy ez nem lehet? Hát 16-17 évesen nem biztos, hogy 18-18. Egy-egy embert belehetne, de a nagy fiatalitás, hogy most négy-öt-hat embert nem biztos, hogy, hogy elbír a csapat, illetve ott vannak a klubvezetők, akik, akik számon kérik az edzőt, az eredményt. Uh -huh. És ha nincs eredmény, akkor itt fognak először felállítani az edzőt? Aztán jön majd a játékos, esetleg félreteszik. Sok ilyen volt a Hombadynál is saját nem és akik játszottak három-négy-öt meccseket, aztán eltűntek. Aztán MB3-ban játszanak, MB2-be. Aztán megjön a sűjesztő. a sűjesztő, igen. Hát Attila, én azért kívánom, hogy térjen még vissza majd a focihoz egyszer, és hát akkor most megverjük meg a finneket. Köszönöm szépen, Köszönöm így, szépen, szépen én is.